bocsátott ki a Magyar Posta abból az alkalomból, hogy fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Az első máltai bélyeggel ellátott borítékokat Kozma Imre a szervezet elnöke és Molnár Róbert a posta üzleti vezérigazgató helyettese dobta be a postaládába. A Magyar Posta ZRT számára nagyon fontos az, hogy olyan társadalmi ügyek mellé álljon, amelyik értéke megkérdőjelezhetetlen. Azt gondolom, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 25. évfordulója egyértelműen olyan apropó és olyan lehetőség, aminek nagyon örülünk, hogy lehetőséget tudtunk biztosítani egy bélyeggel is megünnepelni, hiszen ezen a csatornán keresztül körülbelül 500 000 borítékon fog megjelenni ez a bélyeg az elkövetkezendő hónapokban, és ezzel is megpróbálja a Magyar Posta támogatni a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkáját, sikereit. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítő szándéka immár 25 éve töretlen. Munkájuk során olyan értékeket közvetítenek, melyek egy egészséges társadalom alapjait hordozzák. Amikor ez a szervezet megalakult, akkor mindenképpen arra gondoltunk, hogy azon túl, hogy a szegények megsegítéséről, támogatásáról van szó, azért ez egy társadalmi küldetés is, hiszen a társadalmat kell gondolkodásában átalakítani, megváltoztatni ahhoz, hogy valóban ne csak egy meghirdetett igazság legyen a szegények támogatása, hanem konkrét. Na most, ha meg visszanézek erre az elmúlt 25 esztendőre, akkor elmondhatom azt, hogy ez valóban a szeretett szolgálat tevékenysége révén nem csak hogy megjelent, hanem felerősödött, illetve országosan tapasztalták meg ennek a szervezetnek az áldásos tevékenységét. A 300 forint névértékű bélyegen látható kereszt a 900 éves máltai szellemiség hordozója, a világ 4 égtája felé sugárzó szeretet szimbóluma, melynek ágai a 8 evangéliumi boldogságot jelentik. A Szeretett Szolgálat alapításának 25. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank áprilisban egy emlékérmét hoz forgalomba.